Hamarosan kezdődik a Lehel sor keleti oldalának árokrendezése. A kivitelező pénteken vette át a munkaterületet, ahol az árokfenék szintezése mellett a kocsibejárókat is kicserélik és új hídgyűrűket helyeznek el. Az itt élők azt mondják, évek óta húzódó probléma oldódik meg ezzel, ugyanis vannak olyan házak ezen a szakaszon, amelyeknek a vízóráját sem lehetett leolvasni, olyan magasan áll az aknában a víz. A háza udvarán lévő vízóra aknát mutatja Fajcsi István. A vízórát aligha lehet elsőre meglátni, hiszen olyan magasan áll a víz az aknában, hogy még a leolvasás sem egyszerű művelet, magyarázza a férfi. Ha meg nem, akkor két hónapig általán fizetünk, és akkor jön egy összesítés, és akkor a különbözetet variálja. A Lehel sor keleti oldalán állandó problémát jelent a magas talajvíz és az árokban összegyülemlő esővíz. Az árkok lejtése ugyanis nem egyforma, így nem is tud elfolyni a csapadék, hanem elszivárog, vagy ami még rosszabb, betör az ingatlanokra. Az egyik helyen mélyebb, a másik helyen, meg a hidak alja se tiszta. És volt már ebből itt probléma, hogyha jól tudom? Volt. Folyt be az udvarba a víz. Sajnos. Fajcsi István azt mesélte, egy alkalommal, amikor felújították az egyik helyiséget a házban, az alapig leástak, amely annyira nedves volt, mintha frissen betonozták volna. A lehelsori árokrendezéssel azonban várhatóan megoldódik ez is. Évek óta fennáll a probléma, hogy nem jó a burkolatlan ároknak a fenékszintje, és hát ezt rendezzük, illetve hát hozzá az összes kocsibejárónak a gyűrűit ki kell cserélni ahhoz, hogy megfelelően legyen a lejtés kialakítva. A munkálatok elvégzéséről szóló szerződés csütörtökön írta alá a Városházán a város első embere és a vállalkozó, aki versenyeztetés útján nyerte el a munkát. Topa Imre azt mondta, rövid időn belül elkészülnek a vízelvezetők helyreállításával. A szerződésben 45 munkanap van írva, de hát szeretnénk az esőzést előtt ezt a munkát befejezni minél hamarabb. Mindenkinek az érdeke, hogy gyorsan végezzünk. A mintegy 25 millió forintból megvalósuló beruházás 4 ütemből áll. Az árkok szintbehozása, valamint a hídgyűrűk és kocsibejárók cseréje csak az első lépés. A második ütemben a nyugati oldalon is elvégzik ugyanezeket a munkálatokat, majd nyáron az árkok burkolását oldják meg, az utolsó munkafázisban pedig egy úgynevezett barátzsilipet építenek ki.